Hölgyeim és Uraim, tisztelettel köszöntök mindenkit ma este itt a Csodák Palotájában, illetve azokat is, akik a Galileo Webcast jóvoltából a világhálón követnek minket, vagy az interneten és archívumban nézik majd vissza a ma esti programunkat. Harmadik alkalommal találkozunk itt a Csodák Palotájában a Magyar Asztrofotósok Egyesületével. Nagy-nagy szeretettel köszöntöm az egyesület elnökét, Francsics Lászlót, aki ma este miért éppen asztrofotózás címmel tart majd ismeretterjesztő előadást. Itt a Csodák Palotájában, mielőtt belevágunk a tudományokba, szeretjük egy kicsit megismerni az előadót. László, hogyan csöppentél bele az asztrofotózásba, mint hobbiba, de lehet talán azt is mondhatom ma már, hogy mint hivatásba? Hát ez egy nagyon hosszú történet. És kb. 15 évvel ezelőtt kezdődött, még valahol az egyetem előtt a gimnáziumban, és egy barátom rángatott bele a csillagászatba, és ez nem múlt el azóta sem, és kinőtte magát egy, hát félig hivatásra, igen, azt mondhatjuk, hogy ez már több, mint hobbi, sokkal több. Az első asztrofotóra emlékszel? Az ember emlékszik az első asztrofotójára, amikor én kezdtem, ez még a digitális korszak előtt volt, valahol határán a hagyományos, a digitális korszak váltásán elkezdtem asztrofotózni, és emlékszem, hogy diafilmre próbáltam az Orion kötött teleobjektíven megörökíteni, és örültem, hogy egyáltalán látszik valami. Azóta ez megváltozott. És odáig jutott ez a történet, hogy néhány hónappal ezelőtt összefogtatok, és létrehoztátok a Magyar Asztrofotósok Egyesületét. Hol tart most ez a folyamat? Az elmúlt hónapokban mindig megvitattuk, hogy éppen milyen kiállításokra készültök, milyen közeli tervek vannak előttetek. Hát a kiállításon túl vagyunk. Hát gyakorlatilag felállítottunk egy stratégiát, hogy mi az, ami a magyar asztrofotósok számára szükséges, főleg attól, hogy az egyesületen belül vagy kívül, tehát mi az, ami kell az asztrofotósoknak. És ezt a stratégiát több ponton elkezdtük végrehajtani. Ezeket a terveket folyamatosan megvalósítjuk. Az elmúlt hétvégén tartottuk az első klub tevékenységet, egy klub alkalmat, ami arról szól, hogy az asztrofotósok összegyűlnek és személyesen megosztják a gondolataikat, kéréseiket, tapasztalataikat, ami gyakorlatilag a legintenzívebb ismeretátadási forma, amit el tudunk képzelni. Ezt előzte meg az országos kiállítás, előtte több kiállításon találkozott kiállítást szerveztünk, ami szintén az asztrofotós életet próbálja gazdagítani. A Richter Gedeon labor felé haladva ma este legalább ketten állítottak meg, hogy de mi is az az asztrofotózás, úgyhogy én át is adom neked a szót, és halljunk egy kicsit arról, hogy miért éppen asztrofotózás. Köszönöm szépen, szeretettel köszöntök mindenkit, én Francsics László vagyok, építészmérnök a végzettségem, fotográfiával és azon belül ugye főként asztrofotográfiával foglalkozom, és hát azt mondhatom, hogy itt a beszélgetésben elhangzott, hogy hát ez már több, mint hobbi ez az asztrofotózás, ez már gyakorlatilag szinte hivatás. Hát tényleg ugye szinte egy súlyba került az építészeti tevékenységemmel az asztrofotózás, és ilyenkor az ember elgondolkozik, hát az egyik a megélhetését biztosító munka, a másik pedig egy hobbi. Hogy lehet, hogy amikor az a hobbi ilyen erősre duzzadt az ember életében, akkor ennek mi lehet az oka? El kell ezen gondolkozni, és akkor föltettem a kérdést, hogy hát miért nem mással foglalkozom, miért éppen asztrofotózással? És hát amikor az ember ezt magában megvitatja ezt a kérdést, hogy miért éppen asztrofotózás, akkor eljut odáig, hogy esetleg ezt megosztja másokkal, hát ha saját a narratívája az valamilyen érdekességet fog mások számára feltárni, ami izgalmas és érdekes morzsákat adhat mások szemületének, esetleg kedvet csinál, vagy másokat eltántorít az asztrofotózástól. És hát ez előadásban, amivel most számotokra készültem, erre a kérdésre, miért éppen asztrofotózást szeretnék többféle választ adni, és a legrövidebb válaszsal kezdeném, és ez a legrövidebb válasz pedig maga az asztrofotó. Azt gondolom, hogy ha szavak nélkül kéne kifejezni, hogy miért asztrofotózás, akkor mutatok egy szép felvételt, és az talán megmutatja a nézőközönségnek, hogy miért. Ha mondok erről a felvételről egy-két dolgot, akkor talán még izgalmasabb lehet a felvetés. Ez nem a NASA-tól jött ez a fotó, ezt jó magam készítettem ami még izgalmasabb, ez egy távvezérlésű robottávcsővel ezt a felvételt, és ami
még egy kis csavar a történetben, hogy a Szaturnusz bolygót látjuk, de nem a látható, hanem az infravörös tartományban, tehát szemünk számára láthatatlan hullámos tartományokban amatőr asztrofotó ilyen minőséget tud ma már produkálni. És ebben ugye több apró kis információ, darabka üzenet mutatja meg, hogy hol tart ma az asztrofotográfia. Azt gondolom, hogy az asztrofotók önmagukért beszélnek, de ha valójában meg akarjuk tudni, miért éppen asztrofotózás, akkor meg kell ismernünk, hogy mi is az az asztrofotózás. És hát felteszik az, hogy mi az az asztrofotózás, akkor ilyen nagyon szikár és egyszerű válaszokat látunk, hogy leképező csillagászat, csillagászati képrögzítés, égitestek fotografikus megörökítése. Lefordítva ezeket a gondolatokat, gyakorlatilag a csillagoségbolt lefényképezéséről van itt szó. A fotográfia témával választja magának a csillagos égboltot, a csillagoség jelenségeit, és ebből születik az asztrofotográfia, ami tulajdonképpen egy fotográfia egy ága. Vagy a csillagászatnak, mint tudománynak az egyik eszköze a csillagászati képrögzítés. Én most egy másik oldalról szeretném ezt megközelíteni. Tehát nem egy ilyen tudományos szikár oldalról, hanem inkább egy ilyen érzelmektől kicsit gazdagabb oldalról szeretném az asztrofotózást megközelíteni, és furcsa felvételeket, vagy ábrákat, vagy képeket mutatok. Ugye ezek nem asztrofotók, ezek közismert tudományos fantasztikus filmekből kivágott képek, filmkockák. 2001 Űrodüsszea, a másik pedig az Interstellar. Stanley Kubrick és Christian Nolan filmjeiről van szó. Szerintem ezek a filmek sugallnak valamit, amit az emberiségre tartozik, vonatkozik, az emberiségről mond el valamit, és azért úgy fogalmaznám meg, hogy az emberiségnek van egy álma. Nem is egy álma van, hanem sok álma van az emberiségnek. Tulajdonképpen azon kívül, hogy az egy álom az, hogy ezen a bolygón normális körülmények között a természettel egyensúlyban tudjunk élni, fenntartható módon. Vannak olyan álmaink is, amik a környező világra vonatkoznak. Például az, hogy szeretné az ember megismerni a körülötte lévő világot, megérteni azt a világot. Szeretne behatolni az ismeretlenbe, szereti felfedezni az ember az ismeretlent, és a dolgok, a különböző ismeretlen dolgok megismerésén keresztül szeretne azokkal kapcsolatot teremteni. Ezt úgy is mondhatnám, hogy szeretne azokat birtokolni, de inkább a kapcsolatteremtés szót használnám én szívesen. Ez az álom, ez az ösztön, ami az emberben jelen van, ez nagyon-nagyon rég, ez egyidős az emberiséggel. Mutatok egy nagyon ősi ábrát arról, hogy ez az elemi ösztön, ami az emberben van, ez mennyire erős volt. Ez egy ókori görög térkép, egy antik térkép, a Földet ábrázolja, az általuk ismert Földet, illetve gyakorlatilag a világ mindenséget, most itt éppen égbolt nélkül, és láthatjuk, hogy az ókori görögök az antik korszakban milyen nagy jelentőséget tulajdonítottak annak, hogy a világot megismerjék, nem csak az ókori Görögország területe és a földközi tenger látható ezen a térképen, megpróbálták földeríteni, mi van az általuk ismert vidékeken túl. És ez az, ami a térképek elkészítésére bírta az embert, ez az eszmeiség, ezért ma sem maradt abba, a térképeket ma is készítünk, megmutatom az egyik legfejlettebb térképet a világmindenségből, ami ma a rendelkezésünkre áll. Nagyjából 10-15 év alatt a Sloan Digital Sky Survey egy távcső rendszer, tehát egy obszervatórium felmérte a világegyetemen található galaxisok pozícióját. Ezen a felvételen minden egyes kicsi pontocska az egy galaxis halmaz, tehát a mi tejutunknál sokkal nagyobb léptékben látjuk itt a világ mindenséget. Valahol a középpontban ott van a tejút is, és illetve a lokális halmaz, benne valahol a naprendszer és valahol a nap, de ez a térkép, ellentétben az ókori görög térképpel, már egy több milliárd fényév átmérőjű térrészt ábrázol három dimenzióban.
Tessék. Azt szeretném megkérdezni, ez úgy körülbelül hány megapixeles kép lehet körülbelül a teljes méretében? Ez nem egy kép, ez itt minden egyes pont egy galaxisnak a pozíciója, tehát ez egy diagram valójában, ez egy térbeli térkép. Igen, tehát ez egy adatbázis gyakorlatilag. Ez nem egy fotó. Igen. Itt minden egyes galaxist lefényképeztek, de azt adatbázisba visszatették, és térben ábrázolták. Ez csak a térbeli ábrázolásnak egy módja. Ez egy hatalmas egy térkép, nem férne be a szobába, hogyha ezt most kiterjesztenénk. Az átmérője több milliárd fény. És együtt ábrázolva a kettőt látjuk, hogy 2000-2500 év alatt micsoda fejlődés ment végbe. Az emberiség folyamatosan igyekszik ezt a vágyát, a világ megismerését precíz térképekbe önteni, és egymás mellé teszünk kettőt, vannak hasonlóságok és különbségek. Hasonlóság az, hogy valahol mindkét térképnek van egy határa, ahol véget ér az ember ismeret. És ott mindkét térkép bizony véget ér homályos. A tárcső se lát tovább, és a felfedezők sem tudtak tovább utazni, ott az ismeretlent ábrázolják valamilyen módon, mert nem ábrázolunk semmit, mert nem nincs a tudomásunk. Ez a hasonlóság. Az ellentét az, hogy ez sokkal kiterjedtebb, mint a másik, ez néhány ezer kilométer, ez néhány milliárd fényév, de további ellentét, hogy az ókori göröknek ahhoz, hogy ismereteket szerezzenek, oda kellett utazni. Fizikailag, hajóval, esetleg gyalog. Ahhoz, hogy az univerzummal ismereteket szerezzünk, nem kell már oda mennünk, elég, ha távcsöveket használunk, és távérzékeléssel információt szerzünk nagyon-nagyon távoli jelenségekről. Tulajdonképpen két lehetőség áll rendelkezésre az emberiségnek, az álmát valóra váltsa. Egyik a hajózás, vagy az űrhajózás, a másik pedig a csillagászat, azaz a távérzékelés. Van a kerülnye és hátrányja mindegyiknek. Jobb érzés oda menni. Jobb érzés rálépni a holdra. Nem voltam a holdon, de gondolom azt, hogy az ember egy idegen földre lép, és azt megtapasztalja, akkor ez egy fantasztikus érzés. Ez lett az űrkutatás. A gond az, hogy az űrkutatásnak a rádiusza nagyon pici. A holdig jutott el az ember, a holdra még rá tudtunk lépni, még 50 éve, majdnem 50 évvel ezelőtt, ugye, 49 éve, de nem jutott az ember tovább, űreszközöket küldtünk a naprendszer határáig, és az ilyen jellegű ismeretszerzésünk itt véget ért. A csillagászatnak a térbeli átfogó képessége viszont óriási. Bár nem tudunk oda menni a csillagászati eszközeinkkel, de nagyon távoli fényforrásból tudunk ismeretet szerezni, akár több milliárd fényévnyi távolságból. Tehát a csillagászatnak van egy ilyen hatalmas ereje. Annélkül, hogy elmozdulnánk a helyünkről, hatalmas térből, a kozmosz hatalmas teréből a világ mindenség távoli helyéről tudunk információt szerezni. Rendben. De mi van az egyszerű polgári személyekkel? Nem vagyunk sem űrhajósok, sem vagyunk sem csillagászok. Most mit tudunk nézni? Beülünk egy moziba, és megnézzük a tudományos fantasztikus filmet, és elmondunk, hogy Stanley Kubrick milyen szépen rendezte meg a 2001 űrodusszát, vagy Christopher Nolan az Interstellar, szépek a képek. De az ugye nem valós, mert az csak egy film. Mi van, hogyha valóságra vágyunk? És itt jön ez a lehetőség, hogy a 21. század, tehát a 20. század második felének és 21. századnak ez a fantasztikus lehetősége, hogy fordítsuk a tekintetünket az ég felé, ne csak a szakcsillagászok, hanem az egyszerű polgári személyek is, akik mi vagyunk, van egy lehetőségünk, fölnézzünk az égre. Ez több ezer éve van, csak most már vannak olyan mozgalmak, melyek erre felhívják a figyelmünket. Hát utazzunk úgy, hogy nem mozdulunk el, ha kimegyünk az ég alá és fölnézünk, és kérdés az, hogy milyen messze tudunk így elutazni. Milyen eszközeink vannak arra, hogy kozmikus utazást tegyünk? Hát a legegyszerűbb az, hogy a saját szemünket használjuk. Tehát közvetett módon tudjuk érzékelni a kozmoszt a saját szemünkkel, nem tudunk oda menni. A csillagos ég felé fordítjuk tekintetünket, akkor valamilyen kozmikus élményben lehet részünk. És annál jobb, annál izgalmasabb ez az utazás, minél kevesebb a közvetítő eszköz. Tehát ha én a saját szememmel nézek föl, a saját élő tapasztalatot tudok szerezni. Nézzük, hogy a saját szemünkkel milyen messze látunk. Hát a Föld felszínén milyen messze látunk szabad szemmel, fölmegyünk a Mátrába, tiszta időben látjuk mondjuk a Magas-Tátra hegycsúcsait, az már néhány száz kilométer. Messzebb nem látunk, mert a légkör el fogja takarni, a Föld görögülete miatt nem látunk tovább, mert előbb-utóbb minden lebújik a horizont alatt. És nincs olyan tiszta idő, hogy végtelen messze lássunk. Néhány száz kilométer. Igen ám. De az égboltra nézünk fel, akkor nem azon múlik az, hogy milyen messze látunk,
hogy milyen jó a szemünk, azon is múlik, hanem azon, hogy az, amit nézünk, az mennyire fényes, és milyen messze van tőlünk. Egészen más. Ez így. Ha valami nagyon-nagyon fényes, lehet az nagyon távol, még akkor is megpillanthatjuk, hogyha az éjszakai égen nézzük. Például akár egy távoli galaxist. Na nézzük. Tehát utazni akarunk, nézzünk fel az égre, és a legtávolabbi objektum, amit szabad szemmel megpillantunk a naprendszerben, az valószínűleg a Szaturnusz bolygó lesz. Annál távolabb bolygót nem láthatunk igazából szabad szemmel, Uranusz már nagyon néz megpillantani, Szaturnusz viszont nyári éjszakákon, gyűlően a horizont fölött meg tudjuk figyelni, 1,5 milliárd kilométerre van tőlünk, nagyjából 10-szer messzebb, mint a nap. Ez a legmesszebbi naprendszerbe objektum, amit szabad szemmel, távcső nélkül láthatunk, de csak a fényét láthatjuk. Mehetünk még messzebb, fölnézzük a csillagos égre, minden csillag, amit az éjszakai égen látunk, messze van, mint 4 fényév. Tehát sokkal messze van, mint a Szaturnusz, sokkal messze van, mint a naprendszer pereme, sokkal messze van, mint a nap. Minden csillag 4, vagy még több, ugye csak a legközelebb csillag van 4 fényévnyire, még több fényévnyire, majd akár több száz fényévnyi távolságban lévő csillagokat láthatunk. Itt van egy nagyon érdekes csillag, ez a hattyú csillagkében lévő Deneb, ez egy kék szuperóriás, 160 ezerszer fényesebb, mint a nap, és egy fényes csillagként pislákol az égen, nagyjából 1000 fényévnyire tőlünk. Ha ránézünk, akkor gondoljunk bele, hogy az a fény, amit onnan látunk, érkezni látunk, 1000 éve indult el körülbelül. De láthatunk még messzebb is. Ha kellően tiszta égen, bár zavar minket a fényszennyezés, Európa fölött nagyon sok esetben felhős, fájtlas az ég, nem olyan jó minőségű, mint mondjuk a sivatagok fölött, de földre reng a tejút. A tejút több százmilliárd csillag együttes otthona, ez egy galaxis, és mi is a tejútban vagyunk benne. A tejút sávját, ha megpillantjuk, több 1000 fényévre lévő struktúrákat látunk. Még a tejút centrumban több mint 10 000 fényévre van tőlünk, azt nyáron, tavasszal és nyáron láthatjuk a horizont fölött, és ilyenkor több 10 000, akár több mint 10 000 fényévre láthatunk el. És láthatunk még messzebb. Vannak olyan csillagcsoportosulások, melyek túl vannak a tejút határán, őket hívjuk galaxisoknak, olyanok, mint a tejút, csak távol esnek a tejúton, kívül esnek a tejúton, ilyen az Andromeda köd. Ha most kimennénk a Pilisbe ma este, és fölnéznénk az égre, az Andromeda csillagkép mentén láthatnánk egy ilyen halvány fénylést, szabad szemmel is látszik, az Andromeda galaxis, 2,2-2,4 millió fényévnyire tőlünk szabad szemmel megpillanthatjuk az egyik legközelebbi spirális extragalaxist. Ez egy olyan élmény, amit a saját szemünkkel tudunk megtapasztalni. Halvány derengés, de ott van. Érdekesség, hogy vannak még távolabbi galaxisok, amiket éppen meg lehet pillantani szabad szemmel, de valószínűleg azt, hogy gyakorlatlan észlelő azt nem fogja észrevenni. És még egy érdekesség, vannak nagyon-nagyon távoli nagyon rövid időszakú jelenségek, gamma kitörések, melynek az utófényét is észre lehet levenni, azok annyira rövidek, hogy ember még nem észlelte, csak műszer észlelte őket. Viszont azok több milliárd fényévről érkeznek hozzánk. No, mi van akkor, hogyha távcsövet ragadunk? Eddig csak arról beszéltem, hogy szabad szemmel nézelődünk. És bejártunk egy 2 millió fényéves hatalmas utazást. Menjünk távcsővel. Ha távcsőben nézünk, a távcső felerősíti a kozmikus fényt. Ugyanaz a kozmikus fény jön át a távcsőn keresztül a szemünkbe, mint ha szabad szemmel néznénk föl. Igen ám, és a távcső felerősít minden. Kis Péter, remek magyar vizuális észlelő, ő távcsőbe tekintve lerajzolja azt, amit lát, rajzolta egy kis átmérő távcsőt az Andromeda ködött, ilyennek lát a távcsőbe tekintve az Andromeda ködött, ott látható még a kísérő galaxisa is. Nyilvánvaló, hogy a távcsőben távcső több százszorosára erősíti fel a kozmikus fényt, nagyon-nagyon sok mindent meg tudunk figyelni. Az igazság az, hogy ezek a dolgok, amiket távcsőben megfigyelünk, igazából halványan derengenek a látómezőben. Persze vannak fényes objektumok, a hold, a bolygók, azok fényesen látszódnak, a Szaturnusz gyűri egy remek látvány távcsőben tekintve, de az igazság az, hogy a legtöbb dolog, amit észlelni tudunk távcsőben nézve, ez itt egy halvány, foltos, elmosódott objektum. Akkor mi a következő lépés, amit meg tudunk ilyenkor tenni? Kozmikus utazásunk során letesszük a fényképezőgépet a távcsőre. És egy egészen különös dolog fog történni. Bár azt a kényelmet, hogy a saját szemünkkel látjuk ezeket a távoli fénysugarakat, elengedjük, és beteszünk egy digitális képalkotó eszközt, ami egy kicsit kellemetlen és nehézé teszi a dolgot, de itt jön a nagy kérdés, hogy vajon megéri-e, és nem tudtam a következő diát, nagyjából ugyanakkor a távcsővel, egy egyszerű, boldan vásárolható digitális fényképezőgéppel, hogy néz ki az Andromeda galaxis.
ez ember nem gondolná, hogy így. Feltóti Péter remek fotója, 20 cm tükör átmérő saját távcsővel készítette, tükörreflexes digitális fényképezőgépe, nagyon hosszú expozíciós idő alatt, ez egy nemzetközi kiállításon szerepelt ez a felvétel, és nem lehet összehasonlítani a kettőt. Ezért ez az a pillanat, amikor az ember azt gondolja, hogy hát éppen ezért asztrofotózás inkább. Csodálatos belenézni a távcsőbe, az ember ezt az élmény sose felejti el, de valakit elkap ez az élmény, hogy ilyen mélyre lehet fényképezőgéppel hatolni a kozmosz mélységébe, ilyen részleteket, kontrasztot, ilyen látványt lehet megpillantani fényképezőgép segítségével, ott nincs mese, az embert elkapja ez a láz, és beleveti magát az asztrofotózás mélységeibe. Na akkor utazunk az asztrofotózás segítségével egy picit. Eddig szabad szemmel utaztunk. Mit tud az asztrofotózás? Amit itt láttok, ez egy emblematikus asztrofotó. A Hubble űrtávcsőnek, a ma is fölöttünk keringő egyik legfontosabb csillagászati képalkotó eszköznek az egyik első felvétele. 1995 áprilisában fényképezték, nagyjából néhány évvel azután, hogy képalkotásra alkalmasra tették az űrben a távcsövet, és egy csodálatos világ jelent meg a csillagászok előtt. Olyan csillagködök, olyan részletek tárultak fel, olyan színvilág, amiről előtte nem is álmodtak sem a csillagászok, és csillagászok úgy döntöttek, hogy ezt meg kell mutatni a laikus embereknek, mert ez annyira gyönyörű. És ez a fotó kikerült a köztudatba, és rengeteg asztrofotós, rengeteg csillagász, rengeteg laikus érdeklődőt inspirált. És ezen a lendületen, ezen elindulva, igazából ebből merítve fejlődött mai napig az asztrofotózás. Nagy segítséget 10 évvel később kapott, amikor megjelent az első boltban kapható komolyabb digitális fényképezőgép 2005-ben. És ez a digitális fényképezőgép már alkalmas volt arra, hogy távcsőbe szerelve bizony képeket, jó asztrofotokat lehessen vele készíteni. Hát induljunk el, mit tudunk egy ilyen fényképezőgép, vagy egy ilyen ma már fejlettebb fényképezőgéppel. És már Raphael remek asztrotáj képét láthatjátok, zseríci dombok, mögötte a tavasszal kelő tejút, és valaképpen a tejútot fotózza. A tejút nem olyan, mint szabad szemmel, nem egy halványan derengő sáv, hanem struktúrákat, részleteket látunk benne, mert a fényképezőgép sokkal pontosabban örökíti meg mindazt, amit mi szabad szemmel épp, hogy csak láthatunk. Láthatunk halvány, pirosas pöttyöket is a tejútban, azok tényleg ott vannak, ezek úgynevezett csillagkeletkezési területek, H2 régiók, és ez a sasköd, ez az a kicsi ködösség, innen nézve kicsi ködösség, amiben a Hubble űrtávcső lefotózta a teremtés oszlopait, amit az imént mutattam nektek. Közelítsünk tovább, ez Éder Iván felvétele, ez már egy olyan távcsolávájáról készült, ami követi az égbolt forgását, de egy 50 mm-es alapobjektívvel, tehát egy normális fényképezőgéppel, szintén láthatóak azok a pici, piros csillagkeletkezési régiók, fönt a sarokban pedig a sasköd benne teremtés oszlopaival közeledünk a tejúthoz, hogy ez már hosszú expozíciós, sok-sok órányi felvételből lett feldolgozva, olyan, mintha az űrben lennénk, és nem, és a légköri zavaró fényszennyezést valahogy a fotós el tudta volna tüntetni. Ez egy japán asztrofotós felvétele, egy kis távcsővel, ahol azokból a tejútban lévő piros ködösségekből kettőt emelkez az omega ködöt és a sasködöt, és a sasködben ott lapulnak valahol a teremtés oszlopai, közeledünk ahhoz a világhoz, amit a Hubble űrtávcső tudott nekünk mutatni. Ez pedig Tóth Gábor 25 cm-es távcsővel készült felvétele Namíbiából, ugye a déli égbolt féltek, ugye a déli féltekének az égboltja alól, 25 cm-es távcső, egy ekkora tükör, ekkora jó nagy dögtávcső, rajta egy boltban kapható, bár átalakított, egy kicsit tuningolt asztrofotós fényképezőgép, és hát nem kell mondanom, hogy itt vannak a teremtés oszlopai, már jól látszódnak, annyira éles a felvétel, ha közepét kivágjuk, akkor egészen részletesen látjuk azt, amit az űrtávcső nagyjából 20 éve vagy 25 éve megörökített. Van még egy lehetőség, még azt is megteheti egy asztrofotós, hogy távcső időt bérel egy távoli távcsőben, és az táv vezérléssel azzal a távvezérléssel fényképeket készít, ezt a robottávcső technikának hívjuk. Ezek a távcsők általában nagyobb átmérőek, mint amik az embernek otthon megadatik, hogy legyen. Ilyen nagyobb távcsőekről van szó, jó égbolt alatt vannak, mondjuk a déli féltekén, azzal még egy kicsit részletesebb képet lehet készíteni, és gyakorlatilag megérkeztünk, ez az a része, amit az űrtávcső lefényképezett.
Persze ilyenkor föltehetitek a kérdést, hogy hát ez vörös, az asztrofotósok képein vörös, az űrtárcső képein mindaz miért zöld? Hát ez speciális színszűrőknek, a köd spektrumvonalainak a megörökítésre használt speciális szűrőknek köszönhető ez a furcsa színvilág. Íme itt láthatjátok, megérkeztünk ahhoz, amit az űrtárcső megörökített, a sas ködben a teremtés oszlopait láthatjátok. 15 évvel, vagy most hát 20 évvel később az évfordulón a Hubble űrtávcső újra fotózta már egy komolyabb CCD kamerával a teremtés oszlopait, fejlődött a színvilág, sokkal finomabbak a részletek, és hát az a kérdés, hogy minden asztrofotósban fölmerül az a vágy, hogy hát ilyet szeretne ő is készíteni, lehetséges ez, lehet-e versenyezni egy űrtávcsővel? Hát egyik oldalról nem lehet versenyezni az űrtávcsővel, mert olyan előnyei vannak, amik számunkra elérhetetlenek, fönn van az űrben, fantasztikusan éles képet ad. De magát a világot vissza lehet adni. Ez nem a sasköd, ez egy másik égterület, de jellegében, a világában, a komplexitását tekintve pont ugyanolyan szép, finom és éles, ez éderíván felvétele, ugyanolyan szűrőkkel készítette el, mint amivel a Hubble űrtávcső is elkészítette az emblematikus felvételét. Tehát kitárult a világ, gyakorlatilag az asztrofotózás képes olyan mélységbe utazni a kozmoszon, olyan mélységbe elvinni minket, ahova az űrtávcső kalauzolt el a csillagászokat mondjuk 20 évvel ezelőtt, 20-25 évvel ezelőtt. Ez ma az asztrofotózás, ez az, amiért rengeteg ember lelkes, és aki elkezdi csinálni, az nem hagyja abba, mert érzi, hogy ebbe a világba el tud merülni, és ilyen gyönyörűségek jönnek elő, ilyen gyönyörű képeket lehet készíteni. Hogy lehet ilyen képeket készíteni? Miatt nem térek ki arra, hogy mi a technikája, erre rengeteg kis szakelőadás, meg rendezvényt tart szánunk, hogy elmondjuk, hogy kell magát az asztrofotót elkészíteni. Én néhány gondolatot szeretnék itt megosztani veletek. A mindezt hogy lehet elérni, az a válasz, hogy óriási erőfeszítések árán. Tehát az asztrofotóban bármilyen szép és könnyed és légies egy asztrofotó, általában nagyon sok évnyi megfeszített munka van, ez elkerülhetetlen. De van egy pozitívum. Minél több energiát fektet az ember az asztrofotózásba, annál mélyebben éli meg magát a folyamatot, annál jobban fog kötődni magához az objektumhoz, amit megörökít. Amikor földolgozza a fotót, látja magát, látja kis részleteit a galaxisnak, megismeri azt a távoli égitestet, azt a galaxist, amit lefotózott, azt a csillagködöt, azt a holdrészletet. Egyszerűen az a plusz energia, amit az ember befektet, az megtérül abban, hogy megismeri azt, amit lefotóz. És ez nagyon-nagyon mély és izgalmasá tesz az asztrofotózást. Például megélhetjük a térnek, a kozmikus térnek és időnek ilyen egészen érdekes dimenzióit. Egymás mellé tettem két képet, nyilván ez egy földi tájat ábrázol, napsütötte kopár vidéken egy fa, itt pedig egy kozmikus tájat láttok. IC1396-os csillagköd és egy fényes csillag fölött, és érezzük, hogy valahogy ugyanazok a struktúrák jelennek meg, mint itt a Földön, nyilván más az oka, más a kiváltó mechanizmus, ami ezt vagy ezt létrehozza, itt életről van szó, itt pedig kozmikus erőkről, de érezzük azt, hogy ez is nyilván már nem látjuk, de nyilván a mozgásban van a kozmosz, nem egy állandó jelenség, és amikor az ember lefotóz ezeket, megörökíti ezeket a kozmikus tájakat, kozmikus jelenségeket, bár a fotón azok nem mozdulnak el, mégis lehet érezni, hogy azok nem statikusak, azok dinamikus, izgalmas struktúrák, vagy tényleg mozognak. Ha már tér és időről beszélünk, készítettem a nap felszínéről felvételt, sorozatot. Ez egy 8 percnyi egymás után következő felvétel sorozat, de mutatja, hogy a nap felszíne milyen hihetetlen sebességgel változik. A nap ugye az éltető energiát sugározza ki, hatalmas teljesítménye van, forra a felszíne, a nap felszíne plazmából áll, és gyakorlatilag bugyog, hogy felszínetről a hatalmas energia a nap felszínéből. Ezt meg lehet asztrofotós eszközökkel örökíteni. Érdekesség, minden egyes ilyen kis elem, kis darabocska, ami fölbugyog a napból, úgy hívják, hogy granula, ez a granuláció, amit itt látunk, ez egy napfolt itt középen, a granuláció, ami bugyog, egy-egy ilyen granul, egy-egy egység, az akkora, mint a Földön egy kontinens. Minden ekkora egység, ez akkora, mint a Föld, ez a napfolt, ez akkora, mint a kontinens, a nap az óriás, hogy ez nem férne itt el a szobában, minden egyes ilyen fölbugyogó elem akkora, mint egy kontinens, mondjuk Észak-Amerika, vagy Európa. És 8 perc alatt fölépül, 8-10 perc alatt fölépül, és 10 perc alatt lebomlik egy ilyen kontinens méretű egység a nap felszínén.
ez egy másik dimenzió. Ez emberek fölbe gyökerezik a lába, amikor ezt megérti, és így észleli a saját eszközé, az a saját társadalomban tudtam ezt a fejlődés sorozatot elkészíteni. Nem volt egyszerű, de úgy érzem, hogy megérte. Vagy Smára Fennnek van egy gyönyörű felvétele, most készültem nemrég, a te jutott fotóztal el szintén Namibiából. Látszik, hogy olyan felfoghatatlan méretű struktúrákat lehet asztrofotózással megmutatni, hogy más eszközökkel nem igazán. Ez szabad szemmel is látszik a déli féltéken a tejút, de nem látjuk így egyben, nem látjuk, hogy milyen a szerkezete, és egy asztrofotó gyönyörűen meg tudja mutatni. Hogy új világok keletkezését tudjuk megörökíteni. Magát a változás borzasztóan néz asztrofotográfia eszközökkel nyomon követni, de lehet csillag keletkezési régiókat fotózni. Ez a Trifid köd a déli félteke fölött található gyönyörű csillagkeletkezési régió, nagyon sok ilyen csillagkeletkezési régió van az égbolton, ugye ez a Sasköd szomszédságában található, és azt mondják a csillagászok, hogy csillagok keletkeznek a Trifid ködben valahol, ezekben a hidrogén felben csillagok szoktak keletkezni általában. De hol? Hol keletkeznek a fiatal csillagok? Minden csillag, amit itt látunk, már korábban keletkezett, hiszen ott van, de mégis van jele annak, hogy egy csillag keletkezik valahol. Ez robot távcsővel készült felvétel, Chilében 1 méteres távcsővel távvezélésre készítettem el, és láthatok egy pici vonalat itt ebben a dudorban, ott kinő egy pici vonal. És a csillagászok az űrtáv Hubble űrtársaság segítségével megállapították, hogy ez a pici vonal, ez egy úgynevezett stellar jet. Ebben a gumóban van egy születő csillag, a születő csillagok a születésük során, a pólusaik mentén úgynevezett stellar jetet, ilyen hosszú anyagsugarat szoknak kibocsátani, amit meg lehet örökíteni asztrofotográfia eszközökkel. Ez itt tényleg a születésnek egy momentuma. Olyan távolságokat lehet megörökíteni, amik elképzelhetetlenek. Galaxis, a téli szélkeri galaxis Tarci Patrik felvételén mondjuk 60, kb. 60 millió fényére van tőlünk. Ezek itt előtér csillagok, a tejútban találhatók, itt vannak hozzánk közel, a tejútból nézünk kifelé és nézzük a távoli galaxist. De a távoli galaxis mögött, a távoli galaxis halója mögött további, még távolabbi galaxisok vannak. Több száz millió fényévnyire. Mindez egy fotón, egy perspektívában. A déli szélkeri galaxis lehet látni távcsővel, de azokat ott mögötte már nem igazán lehet látni távcsőbe tekintve, ez már asztrofotós eszközök szükségesek. Lehet a láthatatlant is láthatóvá tenni asztrofotós eszközökkel. Ez a hold felszín, amiről tudjuk, hogy hát ezüstösen ragyog odafönt a hold, amikor látjuk, a vörös, amikor fölkel, de általában azt tudjuk, hogy szürke. A hold felszíne szürke. Szürke és bazalt por borítja, úgynevezett a regolit. Viszont a mai digitális eszközökkel be lehet mutatni, hogy a hold mégsem egészen tökéletesen szürke. Vannak pici színi eltérések a holdban, amik a hold kőzet összetételére utalnak, és ezt meg lehet örökíteni, akár innen Budapestről, ezt én készítettem ezt a felvételt, Budapestről, a saját otthonomból, az erkéről. Jó sok munka volt, de ez talán azt példázza, hogy van lehetőség akár városból is asztrofotózni. Tehát nem kell állandóan Namibiába elutazni, vagy elmenni a Izlandra, vagy sarkifényt fotózunk, lehet otthon. És akkor itt van a kezdeti Szaturnusz kép, csak azt akartam bemutatni, hogy lehet újítani is, lehet kísérletezni, ez is benne az asztrofotózás. Asztrofotózás az nem egy ilyen fix dolog, meg lehet mindig újítani, lehet ötleteket beletenni. Ebben az volt az ötlet, hogy a fotósok gyakran használnak, a bolygó fotósok infravörös szűrőket azért, mert az infravörös szűrőn át fotózza a fekete-fehér kamerával élesebb képet kapnak. És utána erre az élesebb képre a valódi színeket tudnak fölépíteni, és akkor be tudják mutatni az adott objektumot a látható színeivel. És az volt az elgondolásom, hogy ha az infravörös az alapkép, akkor mutassuk be az infravörös színeit a Szaturnusznak, és ez több infravörös szűrőnek a kombinációval sikerült ezt a felvételt elkészítenem, hogy alapvetően a Szaturnusz, ugye a gyűrűje szürke, maga a bolygó pedig ilyen drappos, barnás árnyalatú, ez az infravörös technikál tudja megmutatni ezeket a nagyon finom strukturális különbségeket a gyűrűben és a bolygó felszínén. Hát rengeteg élményt kap az ember, ha asztrofotózni kezd, rengeteg élményben lesz része, van a megörökítés élmény, az, hogy fotó készül, kiteltem a falra, megmutathatom másnak, távcsővel, mint műszaki eszközzel fel lehet foglalatoskodni. Távcső egy izgalmas eszköz, egyszerűen jó vele babrán, persze nagyon fárasztó, mert nem azt csinálni, hogy az ember szeretne, de azért az is hozzátartozik a hobbi élményhez, hogy van egy kézzelfogható izgalmas műszer, amivel tudunk bánni az égbolt alatt szép felvételeket készíteni. Saját határainkat túlléphetjük, ha az ember kellően kitartó, akkor bizony
igenis olyan lépéseket tud tenni, amit lehet, hogy mások nem tettek meg előtte, és lehet egy kicsit újítani, ez mindig nagyon jó, mindig izgalmas. És van egy közösség is, aki ott áll az ember, mert nem egyedül csinálja az asztrofotós, hanem közösségben csinálja, mert ezt egyedül hát borzalmasan nehéz, meg hát általában akkor nem kap segítséget az adott problémákra, az ott műszaki problémákra, gondokra, stb. Milyen egyéb nehézségek vannak? Tehát, hogyha le akarnék valakit beszélni az asztrofotózásról, miért ne asztrofotózás, miért inkább nem asztrofotózás, mint igen, akkor azt tudom mondani, hogy egy valamit mindenképp kell erről a gyönyörű tevékenységről tudni, ez egy egész embert kívánó hobbi. Itt nincs mese, itt az első eredményekhez is évek küzdelmes munkájára van szükség, ki kell menni hóban, fagyban. Ezt a képet szoktam mutogatni, akkor ez a küzdelemről van szó, ez nagyon ilyen idilli fotó van, egy távcső hóban, kérdezni, távcsőm régen, hóba ki van téve, ez a Mátra, valamelyik mátrai település közelében van, 800 méter magas a tengerszint fölött, gyönyörű havas táj, hegyek a háttérben, derült ég távolban, a kellő nap megsüti ezeket a rózsaszín felületet, olyan szép ez a hajnal. De belegondolunk abba, hogy ez az ég leghosszabb éjszakáján, ugye december 20-21-e környékén, Mátrában, derült ég alatt, mínusz 10 fokban készült, és ez a hajnal, és azt az éjszakát végig kellett csinálni a távcsővel, egy szál kocsival álltam itt meg az erdő mellett, hát az borzasztó volt. Tehát az embert próbáló. Tehát embert próbáló dolgokat kell néha az asztrofotósoknak kibírni, ahhoz kimenni a hidegbe, tiszta ég alatt fotózni, ki kell utazni, nem tudunk hol aludni néha, mert ugye, ahol szállás van, ott fény van, el kell mennek a szállástól messze. Tehát ez egy ilyen embert próbáló dolog. De nem csak ez, ha már az ember eljutott odáig, hogy kitelepül a távcsővel, akkor már gyakorlatilag minden sinán van, idáig eljutni, hát az szörnyű. Tehát óriási erőfeszítés egyrészt. Másrészt komoly anyagi teher, a távcső pénzbe kerül, ez nincs mese, fényképezőgép pénzbe kerül. Tehát, hát sajnos össze kell gyűjteni rá, spórolni kell néha, hogy valami eszközt tudjon fejleszteni az ember, de van egy nagyon izgalmas asztrofotós téma, amit nagyon-nagyon olcsón meg lehet fotózni, ez pedig a Solar Graph. Hannák Judit egy napészvelése foglalkozó amatőr csillagász, és többen mások szoktak ilyen Solar Graph felvételeket készíteni. Ez egy gyakorlatilag egy konzervdobozba helyezett fotópapír a fél év alatt kiexponált nappálya, ami kb. 100 forintba kerül. Tehát amíg az asztrofotósok hát sok százer forintos felszereléssel dolgoznak, ha valaki ilyesmit szeretne, ezt nagyon-nagyon olcsón és nagyon frappánsan, ügyesen, egyszerűen el lehet készíteni, nagyon szép eredménye, csak fél évet kell várni, mire elkészül. Nyilván az is nehézség, hogy nem lehet asztrofotózni egyből. Ha valaki szeretne asztrofotózni, nem tud egyből asztrofotót készíteni, nem fog menni. Rengeteg technika és rengeteg tudományos ismeretet kell addigra összeszedni, mire lehet egy jó asztrofotót elkészíteni. Ez általában 1-2 év. 2 év után már, aki elég kitartó, nagyon szép fotókat tud készíteni, de azért, mert ezeket az ismereteket felszedte valahogyan. Ha ez nincs meg, akkor valami általában nem szokott sikerülni. Miért nem működik, nem pontos, rengeteg probléma tud lenni, ehhez sok ismeretre van szükség, sok tapasztalatra. És van még a képfeldolgozás, ugye az asztrofotó nem úgy esik ki a fényképezőgépből, mint hogy most kattintok a mobiltelefon, és akkor minden gyönyörűen ott kontrasztosan látszik. A mobiltelefonoknak olyan képe van már, hogy jaj, de amint az ember a fényképezőgépet az ég felé emeli, ez a földi tudásra minden fényképezőgépnek elmúlik, és bizony a képfeldolgozást, azt már nem tudja a fényképezőgép elvégezni, azt már nekünk kell, nagyon sok-sok órányi, a sok gigabájtnyi expozícióból kell a felvételeket összerakni, külön képfeldolgozó szoftverekkel, nem elég az, amit az ember csak úgy simán magának letölt földi használatra, erre külön csillagászati szoftvereket kell megtanulni, kezelni, ez általában nagy nehézség, de ezzel meg kell birkózni, de hát sokan megbirkóztak már, tehát túlélhető. És akkor mindig itt vannak a földrajzérség alatti nehézségek, hát Magyarország nem a legalkalmasabb hely, most éppen derült az ég, és éppen van egy szabad szemmel látható üstökös a fejünk felett valahol, és 9 órakor delel, vagy 9 óra környékén delel, de novemberben nem jellemző, hogy derült az ég, hát borult. És azért azt kell mondanom, hogy sajnos Magyarországon a derült éjszakák kétharmada, nem, bocsánat, az éjszakák kétharmada borult, és csak egyharmada derült. Tehát azért ez elég idegtépő, hogy az ember már leszeretné fotózni, valamit fotózni, és
és várakozik, és elmegy az üstökös, és nem volt, derült én, mert fontosan borult volt. Tessék, mondj! Csak tudok egy teljesen ideális helyszínt, úgy hívják, hogy Atakama sivatag. Így van. Majdnem ideális, mert az Atakama sivatagban 365 napból olyan 301-2 derült, azért van ott is borult, de igen, de hát ez a földrajzi probléma. Nem, az Atakama sivatagban élünk, és Atakama sivatagban elég drága elutazni egyébként. De nyilvánvalóan vannak olyan helyek, természetesen a nagy csillagvizsgálókat nagyon komoly földrajzi és éghajlati kritériumoknak alávetve helyezik el a térképen. És van még egy érdekesség, ez a személyiségünk próbatétele. Hát egyrészt, hogy ez embert kívánó dolog, ez az asztrofotózás, aki belevágott, aztán ott bele kell válni rendesen. Tehát, és lesznek nehézségek, azokat fel kell tudni dolgozni, nem fog egyből sikerülni, ez mind a személyiségünket és akár próbát tudja tenni. Valaki elengedi ezt a dolgot, mert nem sikerül neki egyből, de nem is fog, ezt tudjuk, tehát érdemes kitartónak lenni. Illetve van még egy próbatétel az emberek személyiségének. Ez sokszor az asztrofotózás az a mások elismerését vívja ki. Valaki elkezd asztrofotózni, akkor a környezete odafigyel rá, lefotózod egy galaxis, de gyönyörű, ilyet lehet fényképezni, azt a mindenit. Micsoda dolgok vannak az égbolton, te ügyes vagy. És nem szabad az elismerés spirálba belekerülni, mert az a személyiségünket ott esetben megterhelheti, oda kell figyelni, egyensúlyban kell maradni önmagunkkal, bármilyen csábító is egy eredmény, vagy másoknak az elismerése. Tudnunk kell a helyünket mindenképpen, és fegyelmezetnek is kell maradnunk ezen a téren is. De van segítség mindenféle nehézség ellenére. Azt kell tudni, hogy a magyar asztrofotózás az egy nemzetközileg elismert. Nem mondanám azt, hogy elismert, de igazából nem tartanak számon minket magyar asztrofotósokat nemzetközileg, de még nagyon sikeres műfaj. Minden évben 2012 óta volt győztes nemzetközi pályázaton győztes magyar asztrofotó. Ez kb. Olyan, mint az úszásban a magyar úszók. Minden évben van valami magyar győzelem, díj. Ezt a magyar asztrofotósok, az asztrofotós nemzetközi megmérettetéseket hozzák ezeket a díjakat. Gyakorlatilag a magyar asztrofotózásnak van egy olyan szellemiség, egy olyan közössége, ami ki tudja termelni azokat a gyönyörű felvételeket, amelyeket külföldön észreveszek nemzetközi pályázatokon. És egy kicsi ország vagyunk, olyanokkal vagyunk egy súlycsoportban, mint az Egyesült Államok, Ausztráliában is gyönyörű a tiszta az ég, mint az Atakama sivatagban. Angliában hatalmas az asztrofotós mozgalom, Németországban is. A magyarok ott vannak az élvonalban, erős a közösség, és erről is a szellemiség. És erre a szellemiségre és közösségre megszerveztük idén tavasszal a Magyar Asztrofotósok Egyesületét. Még lényege az, hogy összefogja az asztrofotósokat egyrészt, tehát segíti a munkájukat. Rengeteg probléma merül föl, tehát állandóan segíteni kell őket. Népszerűsít az asztrofotózást, ez történik itt ebben a pillanatban. Miért éppen asztrofotózás? Mert az asztrofotózás ilyen szép, mint amit itt remélem meg tudtam nektek mutatni. Tehát ezt próbáljuk népszerűsíteni. Ismerjék meg az emberek Magyarországon, hogy ez egy lehetőség, itt ezzel érdemes foglalkozni. Magyarországon jó az ég például, tehát viszonylag sötétek az égboltok. Még a borult, akkor is legalább sötét az égbolt, és lehet jókat fotózni. Illetve van ez a magyar asztrofotós szellemiség, aminek nagyon magas a színvonal, amit külföldön is sokszor elismernek. Ennek a színvonalát igyekszünk megőrizni, és ezt próbáljuk fejleszteni szintén közösségi eszközökkel. Én néhány példát szeretnék erre mondani. Ugye, néhány programunkat szeretném kiemelni. Ugye, idén, gyakorlatilag a megalakulások után 7 hónappal, most szeptember végétől november elejéig volt látható a Természettudományi Múzeumban a Csillagképek Országos Kiállítás, és az magyar asztrofotós közösség erejéről, ez szerintem mindent elmondanak a számok és a képek is. 60 asztrofotós állított ki 120 fotót, melyből egy hát akik látták, azok biztosan el tudnak mesélni, milyen gyönyörű gyűjteménye volt az a magyar asztrofotóknak, egészen az asztro tájképektől, tehát a csillagos eget és a csillagos égbolt, az égbolt jelenségeit a földi tájjal együtt bemutató felvételektől,
a naprendszer fotóin át, egészen kijutva a csillagködök világába, a távoli galaxisokig elkalauzoló 120 darab fotó volt látható. Azt mindenképp szeretném hozzátenni, mert a kiállítás ugye bezárt november 6-án, de annak egy részét visszük körben az országban. Most Fertő-Szent Miklóson volt látható, hát ez valószínűleg benneteket itt nem érint, de a Fertő-Szent Miklós közelében lakókat érintette volna, bár ezek most bezárták azt is. És ha minden igaz, akkor január második felében ide fog jönni ez a kiállításnak ez a része a Csodák palotájába, tehát itt is meg lehet majd jövőre tekinteni ezeknek a képeknek egy részét, és még fog további helyszínekre elvándorolni. Tehát akit érdekel ez a világ, aki szeretné ezeket a képeket megnézni, csupán csak a képekben gyönyörködni, még nem akar asztrofotózással foglalkozni, akkor keresse meg ezt a kiállítást valahol az ország valamely pontján, és ott akkor megnézheti, hogy a magyar asztrofotósok milyen felvételek elkészítésére vállalkoztak, és mi mindent tudnak ebből megmutatni, a világ, a kozmosz szépségét hogyan tudják nekünk prezentálni. Szintén egy fontos programpontja a Magyar Asztrofotósok Egyesületének, ez az Asztrofotós Klub, ugye talán a legtöbb probléma az asztrofotózás, ezek a technikai és szakmai nehézségek, amiket az interneten át úgy tűnik, hogy meg lehet oldani, de a valóság az, hogy ezt közösségi segítség, emberi segítség nyújtás nélkül nagyon nehéz az internetről összeolvasott információ darabkákból összerakni, hogyan kell egy jó asztrofotót elkészíteni, rengeteg a buktató, és éppen azért hoztuk létre az Asztrofotós Klubot, hogy ott személyesen az asztrofotósok össze tudnak jönni, és meg tudják beszélni ezeket a problémáikat, kérdéseiket föltetik másokat, tapasztalataikat megoszthatják másokkal. Tehát ez egy olyan közösségi fórum, ahol talán a legintenzívebben lehet megtanulni az asztrofotózás gyakorlati csinyát, bínyát. Ezt nagyon fontosnak tartjuk, és a jövőben ezt az eseménysorozatot fejleszteni fogjuk, illetve hát nyilvánvaló, hogy mondtam, az asztrofotózásnak vannak földrajzi és éghajlati nehézségei. Hát itt egy nagyon speciális nehézséget ábrázol ez a térkép, ez a fényszennyezés térkép. A fényszennyezés az, hogy a városokban, a településekben lévő közvilágítás az, ami bizonyos asztrofotó szakterületeket, például a távoli galaxisokat, a távoli csillagködőket, tehát a úgynevezett mély objektumok megörökítését rettenetesen nehézé teszi ez a közvilágítás. Ha nagyon szép asztrofotókat szeretnénk készíteni, akkor hát vagy elmegyünk az Atacama sivatagba, nagyon, nagyon kevesen tehetik ezt meg, bár van olyan ismerősünk, aki járt az Atacama sivatagban, bár ő, igen, és itt van, a jelenben közöttünk. De hát ez nem sokaknak adatik meg. Az asztrofotósok viszont szeretnének folyamatosan fotózni, mert ez a hobbiuk, ez a szenvedélyük, és nem tudnak mindig elmenni az Atacama sivatagba, tehát valamilyen észlelőhelyet szeretnénk kialakítani Magyarországon, ugye nyilván Magyarországon talán a legegyszerűbb, nem kellnek hozzá nemzetközi kapcsolatok. Ezen a térképen azt lehet látni, hogy hol vannak Magyarországon azok a területek, amelyek kevésbé fényszennyezettek, ugye ezek a vörösek, sárgák, zöldek, ezek azok, amik a városi fényszennyezéssel terhelt helyszínek, a Budapesten nagyon, a Budapest ugye ez meg gyakorlatilag Bécs-Pozsony fényszennyezésével vetekszik egymaga, tehát ez borzasztóan fényszennyező. Budapest nagyon sűrűn lakott város. Az északi rész, és főleg Nyugat-Magyarország, Észak-Nyugat-Magyarország nagyon fényszennyezett sajnos, és itt vannak ezek a kék területek. Ez a kék területek jellemzően azok, ahol ilyen falvak, kis ilyen falusi területet a falvakban lakó emberek által lakott területek. Főleg ott ritkán vannak a falvak is, ilyen az Alföld. Például a Hortobágyi Nemzeti Park, ugye a Csillagos Égbolt Park lett éppen azért, mert ott mért adatok alapján azt tudták mondani, hogy ez egy tényleg egy fényszennyezésmentes terület. Ilyen Kaposvártól délre a Zselic is. Tehát Magyarországon vannak olyan területek, melyek egészen csekély fényszennyezéssel bírnak, oda el lehet zarándokolni. Vannak persze problémák. Azt kell tudni, hogy
hogy minél délre, mint Magyarországon, annál több, annál hosszabb a napsütő órák száma. Tehát annál kevésbé valószínű felhőbb, ez egy kicsi a különbség, csak néhány száz órányi különbség van amúgy. Minden északabbra megyünk, vagy minden nyugatabbra, annál csapadékosabb az ország, annál több a felhő, és a felhőket sem árt elkerülni. Viszont minden északabbra megyünk, annál magasabbak a hegységek, ugye. És az magas hegyen vagyunk, Mátrában asztrofotóznak nagyon sokan, nem véletlenül, a tenger szint feletti magassága nagyon segíti a jó fotók elkészültét, egyszerűen tisztább a levegő, és emiatt sötétebb is az égbolt, illetve jobb az égboltnak az transzparencia, az áteresztő képessége. Tehát van, ahol az északi hegység magaslatait és a déli fényszennyezés mentes területek között kéne találni valami jó egyensúlyt, hát nem nagyon van, hogy ugye gyakorlatilag eddig ugye a Mátrába jártak föl, és most is a Mátrába járnak föl, főként egy asztrofotósok erős csoportja ide jár, egy másik a délen a Zselicbe, hogy valahol Közép-Magyarországon igyekszünk tervezni egy közös észlelőhelyet. Itt látszik, hogy szintén vannak nagy kék területek, tehát fényszennyezésmentes területek, a Somogy, bocsánat, itt igen, és itt a Tolna megyében ugye vannak dombságok is, melyeknek a tetejére települve talán egy optimális észlelőhelyet tudunk kialakítani. Ennek a szervezése folyamatban van, tehát dolgozunk azon, hogy legyen közös észlelőhely, de a közös észlelőhely lehetővé tenni azt itt Magyarországon, hogy ne kelljen mondjuk kocsiban aludni, fagyoskodni, és állandóan távcsövet állítani, távcsövet lebontani, hanem lenne egy szervezett bázis, ahol még a távcsöveket nyugodtan kint lehet hagyni, föl lehet állítani, lehet normálisan aludni, tehát szervezett keretek közé próbáljuk tolni ezt a tevékenységet. Mindezt azért, mert az a tapasztalatunk, az a nemzetközi és a hazai visszajelzés is, hogy az asztrofotós, magyar asztrofotós tevékenység annyira erős, hogy már szükség van egy ilyen asztrofotós bázisra, és éppen ennek a ezen való tárgyalás, vagy ennek kialakítása zajlik. Nagyjából ennyit szerettem volna nektek elmondani. Itt látható egy ilyen záró kép, ahol egy ilyen csillagászat alkalommal rengeteg tárcsövet látok a tejút alatt. Itt egy Bátorligeti összejött el, ahol észlelő csillagászok és asztrofotósok is élvezték a gyönyörű sötét égboltot. Ezzel én megköszönném a figyelmeteket, és ha bármi kérdésetek van, akkor nagyon szívesen válaszolok. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen, tapsolom, megköszönjük Lászlónak a nagyon lelkesítő előadást. Van egy kis időnk néhány kérdésre. Kezdeném én akkor a kérdésekkel, és bátorítok mindenkit. Online egyébként az a komment érkezett, hogy Svédországban ilyenkor novemberben még nehezebb az asztrofotósok lehetősége. Köszönöm szépen. Együtt érzek a fogadni emberek. Azzal indítottad az előadást, hogy a sci-fi filmekben gyönyörű felvételeket, képeket láthatunk, grafikákat az égboltról, a különböző bolygókról. Ugye a számítógépes grafika is fejlődik. Ahogy nézzük ezeket a gyönyörű képeket, azért így laikus szemmel felmerülhet bennünk, hogy hát ott van az egyik oldalon, hogy ott álltok hóban, fagyban, különböző időjárási viszontagságoknak kitéve, de ma lehet, hogy a számítógép is, lehet, hogy a mesterséges intelligencia segítségével már önmagától is tud valami nagyon hasonlót rajzolni. Ez egy dilemma asztrofotós körökben, hogy lehet-e olyan szépet, olyan pontosat, olyan látványosat alkotni, amit mondjuk akár csillagászati adatokra támaszkodva mondjuk egy nagy hollywoodi produkcióban megpróbálnak megrajzolni, vagy azt mondjátok, hogy mi ezzel nem foglalkozunk, hiszen itt az a tudomány, ahogy mi ezt a képet elkészítjük. Hát itt az asztrofotós körökben egyértelműen erre az a válasz, hogy hát mi a valósággal foglalkozunk, és mi tényleg a csillagos égboltot szeretnénk megörökíteni, de amikor nézünk véletlenül, úgy alakul az életünkben, nézünk egy ilyen science fiction alkotást, és ott bizony szerepelnek ilyen fantasztikus látványfelvételek távoli galaxisokról, csillagködökről, akkor néha elgondolkozunk azon, hogy vajon ha az illető grafikus asztrofotós lett volna, lehet, hogy hitelesebben tudna azokat ábrázolni. Annyit ülünk a képfeldolgozó szoftver előtt, és annyit tanulmányozzuk ezeknek az égitesteknek a morfológiáját, a jellegzetességét, a színeit, hogy miért úgy van, miért olyan, hogy gyakorlatilag otthonosan érezzük magunkat benne, és akkor valaki kívülről azt megmodellezi, azonnal kiszúrjuk, hogy hát ez nem valóságos. De kár, hogy milyen szép lenne, milyen szép a galaxis fölött repülni, de hát látszik, hogy nem csillagász az úriember. Tehát tulajdonképpen
Ami minket illet, mi nagyon törekszünk a valóságra, a valóság megörökítésére, ez az egyik mérföldköve az egésznek, hogy nem, próbáljuk nem eltorzítani, inkább megmutatni a valóságot. Van esetleg kérdés? Akkor én még megkérdezném, mindhárman, akik eljöttetek ide a Csodák Palotájába, elmondtátok a nehézségeket, és hogy minden kezdet nehéz, és hogy 2-3 év mire igazán jó képet lehet készíteni, és van, hogy évente mondjuk 2-3 jó felvétel készül el, de ha valaki mégis látva, akár itt a helyszínen, vagy az internetes közvetítés segítségével az előadásaitokat kedvet érez ahhoz, hogy belekóstoljon az asztrofotózásba, van arra lehetőség, hogy esetleg hozzátok fordul, csatlakozik valakihez a téli dermesztő hidegben, vagy gondolkodtok-e azon, hogy olyan összejöveteleket, ugye azt mondtad, hogy a klubban megpróbáljátok tömöríteni a hazai asztrofotósokat, az újoncoknak készültök-e valamivel, van-e arra lehetőség, hogy megismerkedjenek ezzel a technikával testközelből? Természetesen, tehát egy fontos mérföldkő ismét, ez az egyesület részéről egy mérföldkő, ezzel mi még nem szembesültünk, de én azt vélelmezem, hogy sokan, akik az a Magyar Asztrofotós Egyesület, Asztrofotó Egyesületére gondolnak, azt gondolják, hogy hát igen, ezek a profi asztrofotósok csináltak egy szervezetet. És szeretném ezt a hiedelmet kicsit lebontani, mert ennek az egyesületnek pont az a lényege, hogy meg tudja azokat segíteni, akik most kezdenék el, és nem tudják, kihez forduljanak. Az a klub, amiről meséltem, az egy ilyen alkalom, oda lehet eljönni. Az első alkalom is voltak többen, akik jöttek a kezdő kérdéseikkel, és az a legnagyobb öröm ezekre a kezdő kérdésekre válaszolni és megmutatást adni a kezdőknek, vagy bárkinek, hogy az út, amin ő jár, az jó, és azt folytassa, mert akkor nem sokára már ott lesz, ahol mi gyakorlatilag. Igen, most már nagyon könnyű felzárkózni, tehát igazából mi szeretnénk megszólítani azokat, akik ebbe szeretnének belevágni, tehát nem kell minket ilyen távolságot tartom oda a kezdőt, mert a profik, nem? Mi mindenki felé fordulunk. Közös észlelő alkalmon is, ezeket meg fogjuk hirdetni, vagy fontosan meghirdetjük a honlapunkon, a honlap címet ott láthatjátok fönt, illetve a klub alkalmakat is meghirdetjük, erre a tagok nyugodtan jöhetnek, attól függetlenül, hogy ki mennyire képzett vagy éppen kezdő. Amennyiben nincs több kérdés, nyugodtan a hivatalos rész vége után is ide lehet jönni Lászlóhoz és lehet kérdezni. Én egy kis ajándékkal is szeretném megköszönni, és kívánom azt, hogy azok a tervek, amelyekről beszéltél, megvalósuljanak, és hogy minél többen csatlakozzanak az asztrofotós társadalomhoz idehaza. Egyúttal szeretnék még köszönetet mondani Teplicki Csillának a mai program szervezésében való közreműködésért, és köszönöm mindenkinek, aki velünk tartott akár itt a helyszínen, akár az online közvetítés segítségével. A csapat délután sorozat keretében jövő héten is izgalmas előadásokkal várunk mindenkit ide Óbudára, illetve a képernyők elé is. Kedden a Tudományos Csopa Café folytatódik december 11-én, Mokos Judit biológus lesz a vendégünk. December 12-én szerdán, egy hét múlva pedig az Indóház vasúti magazinnal folytatódik Csopa Traffic sorozatunk. T.H. Mori Ferenc főszerkesztő a MÁV 150 évét próbálja meg összefoglalni egy előadás keretében. Este 7 óráig még nyitva van a Csodák Palotája, úgyhogy jut egy kis idő egy-két attrakció felfedezésére. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen a lehetőséget!